A hosszúra nyúlt téli szünet után rendhagyó nyuszi kupával kezdte a szabadtéri szezont a Haladás VSE tenisz szakosztálya, amely eseménydús időszak elé néz. A képzések, edzések mellett versenyek szervezésével és lebonyolításával lesznek elfoglalva a trénerek a következő hetekben. A versenynaptár első komolyabb állomása a Vas megyei Diákolimpia döntői voltak, amelynek ezúttal is a Sportliget salakos pályái adtak helyet. A szervezők legnagyobb örömére olyan nagy érdeklődés mutatkozott az erőpróba iránt, hogy az eredeti tervekkel ellentétben idén két napos tornát bonyolítottak le, köszönhetően a rekordszámú nevezésnek. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt országos szinten Vas megyébe jött be a legtöbb nevező, szám szerint 107, és ez az többi megyéhez képest 3-4-szer több nevezőt mutat. A megyei Diákolimpia döntői zajlanak ma, és zajlottak tegnap is, és az iskolák csapatokat indítottak, kétfős csapatokat, hasonlóképpen, mint a Davis Kupa, csak itt két egyéni mérkőzés van, és egy páros mérkőzés játszanak a játékosok. A magas versenyző létszám miatt ugyanakkor a lebonyolítás menetén is apróbb módosításokra volt szükség. Első nap a legkisebbeké volt a főszerep, másnap a 12-18 évesek bizonyítottak a pályákon. A szervezők idén a gördülékenyebb menetrend érdekében körmérkőzésekkel bonyolították le a találkozókat, így valamennyi teniszezőnek lehetősége volt bizonyítani. A nap végén korosztályonként a csoportgyőztesek jutottak tovább, akik az országos döntőben ragadnak ismét teniszütőt május végén a Somogy megyei Boglár Lellén, ahol egy héten keresztül pattog majd a labda.